Mai műsorunkban az egri csillag lesz a téma, körbejárjuk a bor történetét, egy nagyon finom egri csillagot is fogunk kóstolni egy helyi pincészetben. Meghívom önöket hozzám a konyhámba egy finom zöldséges étel elkészítésére, és az is kiderül, hogy miköze a borznak a borhoz. Tartsanak velünk! Miért borzbár a helynek a neve, mert itt csücsül egy borz, meg ki is van, hogy borzbár. A bort még értem, de a Z, meg vagy az, hogy borz, az hogy alakult, hogy jött az ötlet erre? Nagyon sokan észre se veszik egyébként, hogy van benne egy kis móka, tehát ki van írva egy borzbár, tehát hogy aki fogékonyra, az veszi észre. Ez két helyről ágazik, ugye mi Ostoros Bor ZRT vagyunk, és a cégnek a telephelyén ott a borznak hívták, tehát borzért, és abból borz lett. Ez az egyik, a családi vonal, meg az, hogy nekem a nagyfiam, ő borzika. Borznak becéztük valamiért kicsikorától kezdve, és akkor, hogy ez így a kettő találkozott, és borzbár lettünk. Legyen benne egy kicsi móka. 2015 óta vagyunk mi itt, ugye akkor költöztünk a családdal Budapestről Egerbe, és vett át a férjem magát a céget. Akkor nyitottuk meg ezt a helyet, mert azt gondoltuk, hogy kell, hogy az Ostorosnak legyen egy találkozási pontja, egy arca. Nagyon sok üzletben ott vagyunk, szinte mindenhol megtalálható a borunk, de legyen egy hely, ahol lehet róla beszélgetni. Most ez egy egri csillag, ez a 22-es csillagunk. Alapvetően, amikor mi csillagot készítünk, illetve a mi az túlzó, mert a borászaink készítik, akkor a királylányfa a gerincet, tehát hogy ebbe is egy nagyon gyümölcsös irányba megyünk. Ez olasz rizlünk és debrőivel egészül ki, ami mind a kedvenc boraink. Illetve idén egész sok, talán 9 tételből áll össze végül ez a küvé. Minden úgy kerül hozzá, minden küvébornak az a lényeg, hogy ami hozzátesz az egészhez. Hát nyilván gondolom ugyanúgy össze van válogatva, mintha egy ételt nézünk, így hogy abban is a hozzávalóknak az aránya, az ami ez minden évben fix. Vagy nem, ez teljesen. Nyilván ugye az éghajlat, eső, napfény, stb. Változtatja azért teljesen változik. Mondom, a gerince az adott szokott lenni, de egyébként változik, és pont így. Tehát nagyon érdekes. Én nem vagyok borász, de azért nagyon érdekelt, hogy hogyan történik a borkészítés, és ez a borászaink ugye megkóstolják az alaptételeket, majd ilyen pici kis edénykékbe elkezdik összeöntögetni. Akkor kiválogatnak párat, ami tetszik. Akkor aztán egyen nagyobb edénybe öntik össze, és akkor amikor lekóstolja mindenki, ebben benne van nyilván a férjem, aki azért aznak nagyon fontos, hogy egységes arcot legyen meg a borászok, és akkor kiválasztják azt az egyet, ami tökéletes, na akkor öntik össze a nagyon nagy tartályokat, és abból lesz a csillag. Mire a szakács neki áll főzni, már tudja, hogy miből mennyi fog belekerülni, a borász is, mikor megkóstolta az alapborokat, akkor azért ugye fejébe tudja, hogy na, mi fog kijönni a végén. Gondolom akkor, hogyha össze van öntve, akkor utána annak van egy idő, mire azok azért össze igen, is érnek. Igen, így van, és azért van az, hogy nyilván az alapborokkal, tehát egy írsai, egy 22-es írsait már a szüretkor tavaly kóstoltuk, azért a csillagnak ehhez több idő kell, mire tényleg egy kicsit össze. Az egri borvidéknek a küvéség szerintem az egyik nagyon fontos jellemzője, hogy annyiféle fajta szőlő megterem kiváló minőségbe, és abból még hozzá tudnak tenni egy ilyen házasítással. Együtt minden jó és minden működik. Benne van a jó szőlő, a jó föld, a jó eger, a jó borász, a jó értékesítő, hogy mivel lehet kitűnni. A jó borral. Azt remélem, hogy a jó borral. Hogyan alakult ki az egri csillag? Az egri csillag, mint koncepció, majdnem azt mondom, hogy napra pontosan 13 évvel ezelőtt jött létre. Egy 60 fős borász társaság összeült. Házasításban gondolkodott a borvidék, ugyanúgy, ahogy mondjuk a Bikavér esetében is. Kiírtak egy névversenyt, hogy mi legyen ennek a bornak, vagy ennek a brandnek gyakorlatilag a neve. Egyhangú és egyöntetű döntéssel az egri csillag került elfogadásra. Maga az egri jelző jelzi azt is, hogy egy oltalom alatt álló termékről van szó. Egy nagyon jó áthallás Gárdonyinak az egri csillagok művére. Különböző kutatásokat végeztek, hogy az egri csillag, mint fogalom, gyakorlatilag már a 14-15-16. Századtól létezett itt a borvidéken. Nem bor apostrofálásaként, hanem gyakorlatilag az egri csillag volt az a
a Bükkön átvezető őrkunyhóknak a fénye, ami megmutatta szürkületben az utat Eger felé. Tehát az egri csillag, amikor azt kérdezte a vándor, hogy hogyan jutok el Egerbe, akkor azt mondták, hogy kövesd az egri csillagot. Maga a csillagnak ugye a receptúrája, hogy azt mindenki egyénileg változtatja, de azért, hogy ott rúmának van, azért mégis egy-két fő vonal, amit mint úgy jobbik a vérni, hogy azért azt tartalmazza. Így van. Amikor megszületett ez az egri csillag koncepció, akkor gyakorlatilag lefektették azokat az alappilléreket, amik a mai napig a bor készítésének a legfontosabb elvei. Ilyen az, hogy az egri borvidéken termelt szőlőből készülhet csak. Mivel itt egy házasításról beszélünk az egri csillag esetében, Kárpát-medencei szőlőfajtának kell adja a közel 50%-át. Illetve külön még lefektették azt is, hogy az úgynevezett illatos szőlők, mint egy muskotáj például, 15%-nál több arányban a házasításban ne szerepeljenek. Rendkívül színes és rendkívül változatos maga a csillag. Van egy klasszikus, ami egy könnyű, reduktív eljárással készült. Van egy superior, illetve egy grand superior besorolás. Itt már hordós érlelést is előír maga a termékleírás. A szőlő minősége is jóval magasabbnak kell legyen, amit feldolgoznak, mint egy alap csillag esetében. Egy konfitált gyökérzőséget szeretnék majd hozzáelkészíteni. Ugye itt a bónak a gyümölcsösségét, az például, hogyha a paszternák, ugye, ami van az ételnek a gerince lesz, ha az ember elkezdi meghámozni, akkor előjön egy kis körtés illat, ami nagyon jellegzetes egyébként a paszternákra. Szerintem biztos, hogy jó ötlet. Mivel sokszínű a csillag, így a körtés jegyek, körtésalmás jegyek biztos, hogy fellelhetők benne, és nagyon jól fog akkor passzolni az ételhez. Most egy egyszerű zöldséges ételt fogunk készíteni, aminek gyakorlatilag két fő eleme van. Az egyik az, hogy egy konfitált paszternákot fogunk készíteni, a másik pedig kelbimbó lesz, amit szegfűszeges alaplében fogunk majd meggőzölni nagyon gyorsan, és utána kelkáposzta levelekkel fogjuk majd gyakorlatilag összeállítani egyfajta meleg egytál ételt, amit nevezhetünk akár salátának is. Az első lépés az, hogy elkezdjük a paszternák konfitálását. Sütőt már előmelegítettem 160 fokra. A zöldségeknek a konfitálásához mindenféleképpen ezt a hőfokot javaslom. Amint azt látjuk, hogy az olajban elkezd sülni a paszternák, akkor utána rögtön kapcsoljuk le vissza egy 30-40 fokkal. Frissen szedett rozmaring, illetve majoranna a gyümölcsösség miatt a paszternák ízéhez nagyon jó fog illeni. Ami még kell nekünk, az két gerezd fokhagyma. Nyerhetünk némi időt, hogyha egy kicsit előtte felmelegítjük az olajat és úgy tesszük rá, nyilván akkor nem műanyag edénybe tesszük, egy olyan 30-40 perc alatt ezt készre is sütjük. A konfitálástól maga a zárt szerkezete a paszternáknak, az megmarad. Egy közegben szépen lassan krémessé sül, ami egy gyökérő zöldségnek mondjuk egy külön extra ízt is ad, hogy amúgy meg a benne lévő cukrok azok szépen átalakulnak, és az az édesség, ami benne van, meg ez a körtés jegy, amit érezni lehet a hámozáskor, ezek szépen megmaradnak. Ez nagyon érdekes egyébként, és ez egy ingyen tipp. Ha most ezt a konfitált paszternákot fogjuk, és összetörjük, és összekeverjük tormával, eszetes tormával, csípős tormával, és abból egy lehűtött szendvicskrémet készítünk. Egy ilyen konfitálással, egy nagyon jó kalóriadús és ízletes szendvicskrémet készítünk úgy, hogy leturmixoljuk és adunk hozzá még egy pici sót, egy pici citromot és eszetes tormát. Zöldséghéjat nem fogjuk kilobni, hanem szépen ide beletesszük az edényünkbe, hozzáadjuk a szegfűszeget, valamennyit ebből a megmosott kelbimbóhéjból, és ezt az egészet felöntjük a már korábban elkészített alaplével, ami gyakorlatilag ugyanez, hogy korábban megtisztított zöldségek héját kifőztem. Az a dolog lényege, hogy ne rögtön vízzel főzzünk, hanem már vannak benne ízek. Nagyon fontos, hogy a zöldségek párolásakor ne sajnáljuk a sót. Várjuk meg, hogy felforr a víz,
mert a gőzölésről van szó, akkor mindig forjon alatt a víz, és utána kb. Egy 7 perc elegendő lesz ahhoz, hogy a kelbimbót készre pároljuk. Amikor a kelbimbó párolása befejeződött, akkor ebbe a jeges vízbe egy picit belemártjuk, sokkoljuk, hogy a színét megtartsa. Fodros kelnél ritkán szoktuk használni a külső levelet. A végeit azokat levágjuk, arra nincs szükség, ezek egy kicsikét nehezek. Ezt is fel lehet használni nyilván alaplékészítéshez is, tehát nagyon messze azért nem fogom eldobni. Még szeretnénk ki lehet egészíteni akár még görög joghurttal, egy pici túróval is, ami egy még érdekesebb ízvilágot ad, és ehhez még jön hozzá a saját kis kovászos bagettem. A krotonunkat azt egyszerűen a fölszeretelt öreg bagettből, ez nem friss bagett, de az ilyen ételekhez nagyon jól lehet használni, és őt szeretem is használni, mert egyrészt, mint ahogy látszik, nagyon jól szeretelhető. Ezen fogjuk megpirítani a krutont és a káposztát. Közben én ne felejtsük el a lime-ot, jó? Ennyi elég, a többit majd tároláskor tesszük az ételhez. Csinálunk egy lapos és egy mély verziót, és utána kívülről fölfelé építkezünk majd tároláskor. Jöhet a paszternák, egy ilyen háromszögbe tesszük rá a tányérra. A kelbimbó, ezekkel még a szélein maradunk egy picit. Rendezzük a pirított kovászos bagett krutonjainkat. Már ismerős lehet a pirított hajdina, ami egy kellemes színvilág még itt a zöld mellett, a sárga mellett egy kis barna is még a krutonon kívül még megjelenik. Savanyított lilahagyma. Ez gyakorlatilag só és citromba van áztatva a felszeretelt lilahagymánk, és sokáig ebben a lében van tartva. Ezt bármikor, bármihez használhatjuk. Én az ételemnek a savasságát szeretném ezzel még kicsit jobban erősíteni. És egy pár tyúkúrt még láteszünk. Én nagyon megkedveltem, és nagyon szívesen használom. Sőt, még marad tormás paszternákos szendvicskrémhez is fogok. Pici lime még kell rá, egy kevés sópehely még ráhúl az ételre. El is készült a konfitált paszternák, kelkáposztával, kis kelbimbóval, pirított krutonnal, savanyított hagymával, és egy kis tyúkúrral még kicsit dekorálva. Jó étvágyat kívánok hozzá! Ez az! Gól! Ez a műsor teli találat volt, úgy, mint ahogy ez a bor is, úgyhogy tartsanak velünk legközelebb, és hasonló nagyszerű témákkal jövünk.